Az otthonunkban nincsenek ilyen címkék, hogy saját gyerek, örökbefogadott, nevel gyerek. Mind a miénk, és mi feltétel nélkül szeretjük őket. John DeGarmo ma már elismert szakértője az örökbefogadásnak. Hite energizálja a gyermekek felé való szolgálatát. De volt olyan időszak, amikor hallani sem akart Istenről. Első gyermekünk anenkefáliában halt meg, ami egy olyan állapot, amikor az agy nem fejlődik ki teljesen. Akkor hátat fordítottam Istennek. Tele voltam haraggal és keserűséggel, hogy hogy történhetett ez meg. Amikor a következő gyermekünk megszületett, meg sem keresztül. Annyira keserű és bánatos voltam. De egy életszerű álom visszaadta a hitét. Úgy éreztem, hogy teljesen körbefont a gonoszság. Amikor a lelki gondozómmal erről beszéltem, azt mondta, hogy talán a sátán akar uralmat venni az életemen. Akkor rájöttem, hogy változtatnom kell. Ez a változás magában foglalta a Biblia tanításait. John és felesége Kelly három saját gyermeket nevelt, de az utóbbi 20 évben még 3-at örökbe fogadtak, és neveltek további 50-et. Mintegy 450 ezer gyermek él nevelő szülői rendszerben, akikből 125 ezeret fogadtak örökbe. Annyi gyermek van odakint, akik talán sohasem fognak családot találni. Úgy gondolják, hogy otthonuk megnyitása egy szükségben lévő gyermek felé gyakorlatias módja az evangélium hirdetésének. Ez az egyik legjobb módja Krisztus szeretetének a megmutatására. Mindegy, mit mondanak arról, hogy milyen rosszak a gyerekek, nagyon könnyű szeretni őket. Egy kis szeretettel nagyon sokat el lehet érni egy gyereknél. A Máté evangélium a 25. részében az áll, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és inni adtatok, mezítelen voltam és felruháztatok. Ezekről a gyermekekről van itt szó. Ők szenvednek, és az egyház itt be tud avatkozni, mondván, majd én segítek etetni őket, segítek ruházni őket, itatni őket, szeretni őket. Ők az özvegyek és árvák, akikről Jézus beszélt. Ez egy nyilvánvaló missziós terület itt Amerika kellős közepén. Sem John, sem Kelly nem titkolja a nehézségeket és fájdalmat, amivel naponta szembenéznek. Jöttek a házunkba olyan gyerekek, akik szörnyű traumákon estek át. Annyit szenvedtek azoktól, akiknek leginkább kellett volna szeretni őket. Így aztán, amikor elhagyták a házunkat, megszakadt a szívünk értük. Nekünk kell vállalni értük a szenvedést, mert még senki sem szerette őket feltétel nélkül. Amikor egy gyereknek vigasztalása van szüksége, akkor általában az anyjához megy, ezért szerintem nagyobb érzelmi nyomás van az anyákon. Lehetnek néha igazán rossz napjaink, amikor úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk tovább csinálni. Nem tudunk még egy orrot megtörölni, még egy csőrös bögrét megtölteni, még egy pelust kicserélni. Aztán az egyik gyerek odafut és azt mondja, szeretlek anyu. DeGarmoék most azon vannak, hogy felépítsenek egy kisebb lakóparkot 9-18 éves fiúk számára. Ők a legveszélyeztetettebbek. A sohasem késő lakóparkban olyan környezetet akarunk teremteni számukra, ahol végső otthonra találhatnak, ahol találnak olyan embert, aki azt mondja nekik, szeretlek, segítek neked. A mindennapi nehézségek ellenére is azt állítják, hogy semmit sem bántak meg. Talán elfelejtik a nevünket és a házunkat, de mindig emlékezni fognak a biztonság és a szeretet érzésére. Ragaszkodhatnak ehhez az érzéshez, és rájöhetnek, hogy lehet más jövőjük is. Ez a legnagyobb dolog az életemben. Nem tudom elképzelni nélkülük az életemet. Isten gyermekei vagyunk. Engem is örökbe fogadtak, hitáltal Krisztusban. Isten örökbe fogadott bennünket. Feltétel nélkül szeret minket, és megbocsátja a bűneinket. Dicsőség neki!